Itt ül velem szemben Imre Kis, akinek 2013-ban jelent meg a bemutatkozó albuma Midnight Wave címmel, de egyébként 15 éve lép fel DJ-ként, stílusát pedig az AC Techno Wave 3-as jellemzi a leginkább. Felvidéki srác vagy ugye, de sokáig dolgoztál és éltél Londonba. Milyen inspirációkat gyűjtöttél, mint zenében, mint emberileg? Milyen volt ez a londoni kintlét? Hát kinyitott a szemem mindenképp, ugye nagyon sok kultúra él Londonban egymás mellett, és a környék, ahol én laktam, ott nagyon nagy jamaikai közösség volt, szóval nekem például a dub, reggae addig kimaradt, és azután kezdtem érdeklődni más stílusok iránt, és ugye ebből következett a Northern Soul, és illetve amik keverték a post-punk-kal, a dubot, szóval érdekes variációk, ezért volt London számomra mindig ilyen érdekes nagyváros. És amikor visszaköltöztél Budapestre, akkor azért az ottani zenéből, kultúrából sikerült valamit átmentened? Tehát itt Budapestre hozni? Hát igyekeztem ezt a nyitottságot továbbvinni. Ugye mi egy kicsit limitáltabbak vagyunk ilyen téren, de nem tudom, mindig is érdekelt a brit zenei szintér, főleg a 80-as évek, szinti pop zenekarok, majd az industriális széna. Nem tudom, és remélem talán elemek megtalálhatók ezekből a saját zenéimben is. És van terved, nem mostanában így a Covid miatt, de hogy egyébként tervezel még ilyen kiköltözéseket, utazásokat, akár így inspirálódást így zenei téren bárhova, a világ bármely részére? Hát kiköltözni nem szeretnék, az már kicsit idős vagyok, de mindenképp, hát hogyha majd lehet újba utazni, akkor mindenképp tervezem majd, nem tudom, sok helyekre menni. Crysis néven pedig nemrég alapítottál egy saját kiadót, mik a tervek ezzel, vagy mik a célok, vagy hogy miért alapítottad egyáltalán meg? Semcsei Balázs barátommal, ő Norvel néven zenél, együtt dolgoztunk egy EP-n, és igazából mind a ketten meguntuk azt, hogy egy külföldi kiadóra várjunk, és hogyha nem tudom, leszerződtetik, akkor kell várni nem tudom másfél évet, mi kiadják, és talán igazából az idő volt az, ami igazából sürgetett, ilyen kúrás akartam lenni, és mindig szerettem volna azokat a zenéket mi arra kiadni, amiket jelen pillanatban érzek és csinálom. És volt ez a közös EP-nk, és úgy döntöttem, hogy alapítok ennek kapcsán egy kiadót, és igazából ezzel indult az egész, és nyilván az elmúlt évek alatt sikerült egy ilyen kapcsolati kört kialakítanom Budapest és külföldi zenészekkel, és akik mind küldözgették addig a kiadatlan zenéiket, és nem tudom, ezek közül kiadtunk párat, és még terve van még az év végéig még két kiadvány, mind a kettő külföldi, de természetesen várunk minden magyar feltörekvő producert, hogy küldjék a zenéinket, és szívesen meghallgatjuk. Egyébként érdekes, hogy ezt mondod, én laikus vagyok a témában, de lehet, hogy még lesznek laikusok. Miért kell egy külföldi nagy kiadónál mondjuk másfél év, ezt mondtad, hogy másfél évet akár várni, azért, hogy kiadják a te szerzeményedet. Annyi kiadványuk van, hogy egyszerűen így férsz be a naptárba? Vagy hát, ez, hogy kell elképzelni? Igen, ugye minél nagyobb egy kiadó, annál előbbre dolgoznak. Tehát mondjuk én közepes kiadók is szinte már egy évre előre vannak foglalva, és ezeket a zenéket általában a bakelitre nyomják, és ott is van egy átfutási idő, ugye test pressing, nem sikerül, akkor újat kell nyomni, és a gyártási idő ez néha akár, nem tudom, 4-5, akár fél éves telhet, hogyha mondjuk nem sikerül egy test pressing, és tényleg emiatt van, hogy igazából másfél-két évet is csúszhat egy zene, és talán egy picit veszt a, nem tudom, de ez csak személy szerint aktuál, igen. Úgyhogy igazából emiatt is volt nem túl. Volt neked most egy ilyen adománygyűjtési akciód nemrég, ennek hogyan jött az ötlete, és mit kell tudni erről? Pontosan milyen típusú adományokat gyűjtöttetek, vagy mit csináltatok, hova ment ez az adomány? Hát ugye a lockdown alatt én is, mint sok más ember, azt gondoltam, hogy majd hiper kreatív leszek, és nem tudom, írok hat lemezt, és sajnos ez nem így volt. Kicsit, hogy is mondjam, megállt az idő, de közben meghaladt úgy, hogy munkák, új zenék nem készültek, és úgy éreztem, hogy valamit tenni szeretnék. És szembe jött velem egy alapítvány, a Pro Infektológia nevük, és ők pedig a Szent László Kórháznak gyűjtöttek új ágyakra. És kapcsolatba léptem velük, megbeszéltük, hogy csinálnék egy ilyen válogatáslemest, és 18 számot sikerült összegyűjteni.
javarészt budapesti vagy Budapesthez köthető producerek és zenészekkel, és ahhoz képest, hogy egy picike kis kiadó vagyok, egész szép summát sikerült összegyűjteni, úgyhogy azt mondhatom, hogy pozitív élmény volt, és visszhangján. Szám szerint ezt meg akarod osztani velünk, vagy csak a kíváncsiság kell? Majdnem 500 eurót, tehát nyilván nem egy egetrengető összeg, de ez segítség szerintem. Ahhoz képest hasonlítva, hogy mondjuk előtt ment, nem tudom, másfél évig a kiadót, tehát annyi pénzt nem csináltak mondjuk a többi kiadványok, szóval érezni lehetett, hogy az emberek segíteni akarnak. Ez szép, ez szép. Úgyhogy nem tudom, esetleg tervezem majd egy második körbe is a gyűjtést, majd megbeszélem, mert meglátjuk, hogy hogy alakul a dolog. A kiadódról már meséltél, viszont magára a saját szóló projektedről, tehát az Imre kis projektről mit lehet tudni, mik fognak jönni, mik a tervek, ugye mondtad, hogy ez a karantén időszak sajnos nem volt annyira termékeny, mint ahogy mondjuk esetleg vártad volna, talán itt a második hullámban lehet, hogy igen, illetve még tavalyi évről 2019-ből maradtak számok, és ezeket most pár hete megjelentettem egy LP formájában. Továbbiakban még a Balázs és a Norvel Semsei Balázsa van egy közös LP-n kész. Ezen még gondolkodunk, hogy esetleg hova küldjük el, vagy ezt is kiadjam saját magam. Illetve próbálok dolgozni a saját projektemen, és ugye mivel a klubok sajnos mind úgy megszűntek, talán kipróbálom magam mondjuk olyan zsánerekbe is, amik mondjuk nem ilyen klubcentrikusak, hanem esetleg nem tudom, ilyen beatless ambient, kicsit ilyen ezoterikus, ilyen szintis dolgokba. Hát nagyon sok sikert kívánunk neked, köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és nézzetek legközelebb is. Szevasztok!